Talán egy pillanatra. Jézus Mária! Ne sértődj meg! Elaludtál! Szundítottam. Igaz, amit a fűről mondanak, a fű tényleg kapudrog. És kaput nyit egy csomó fasz a dolognak, de a szegénységnek, kétségbeesésnek és a férfi csöcsnek is. Komolyan mondom, igazi Dákó király. Tényleg? Ez a fickó egy csődör. Chelsea mamája. Ó, anyám. Örvendek, Hank Moody. Ad egy. Az a mi házunk. És ad kettő. Ha esetleg te nem másznál rá minden utadba kerülő kettős ribancra. Hank Moody. Hello. Mi a kedvenc pózód? Szexuálisan? Igen. Nem látom be, hogy jön ez ide. Nekem az álló 69-es. Erre iszom. Oké, akkor én nem lacafacázom. Mit gondolunk? Leszbi? Sztereó? Ha? Mi van? Mi bajod van neked? Most miért? Én vagyok a seg, mert kimondom, amit mindenki gondol. Bennem fel sem merült. Oh. Valójában bennem sem. Ha csak nem gondolod komolyan, inkább ne is mosolyog rám. De tényleg igazán ne akarj elbűvölni. Ocsmány bűn volna a női nemmel szemben, ezután a vallomás után. És most felállom. Szeretlek. Egész véletlenül nem tudsz egy rossz fiú regényírót, aki éppen tanári állást keres? Jó, Hicskizó. Vigyázz arra a méhecskére. Mi van akkor, ha a nagy felelősségteljes felnőttség közepette kiszeretünk egymásból?